Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon. Ebben a videóban a kereszténységre szeretnék kitérni, és tudom, hogy ezzel már foglalkoztunk rengeteget. Én még mindig úgy érzem, hogy a kezdetektől fogva az én egyik feladatom és küldetésem az, hogy megmutassam az embereknek, mennyire el vannak tévedve, mikor azt gondolják, hogy a kereszténység ma a világban képviseli a biblikus értékrendet, illetve magát, a bibliát. Azt állítják ugyan, hogy ez az, amit csinálnak a cselekedeteik, viszont szerintem egyértelmű a másik ellenkező irányba mutatnak. A tudatlanság az, ami megakadályozza az embereket ennek a felismerésében, és bízom abban, hogy ez a videó segítségére lesz sokaknak abban, hogy felülvizsgálják az álláspontjukat, mielőtt nekivágnánk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig a legegyszerűbb lenne lemérni mindenkinek azt, hogy a helyes úton halad-e vagy sem, hogyha megvizsgálná azt, hogy milyen életformát folytat, a cselekedeteit. Az egyik probléma a kereszténységgel, hogy azt állítja, hogy az ember cselekedetei már nem számítanak, hiszen kegyelem alatt vagyunk, ne ítélkezz, ne ítél meg senkit, ne bíráld a másikat. Ez pedig kizárja azt, hogy az ember tudná figyelmeztetni társát, hiszen hogyha nem tudom felhívni a figyelmét arról, hogy nem jó úton jár, akkor hogyan tudok neki segíteni, hogyan tudom szeretni azt, az ember, akit nem figyelmeztetek az egyértelmű problémákra, amikkel szembe fog nézni, hogyha folytatja az útját, ahogy. De visszatérve, a cselekedeteit kellene mindenkinek megvizsgálni, és minél jobban hasonlít az, amit csinál, ahogy gondolkodik, ahogyan él, ahhoz, ahogyan a világ teszi azt, annál biztosabb, hogy rossz úton jár. Én megmutatom, milyen mély a nyúl ürege. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Maga a biblikus életforma és értékrend ellentéte vagy ellenpólusa az, amit a világ csinál. Sarkosabb és egyértelmű bármi más ilyen ellentét ellentétpárnál. Olyan ez, mint a sötét meg a világos, mint az éjszaka meg a nappal, a fekete és a fehér. Ez a kettő abszolút ellentéte egymásnak. A világi életforma és értékrend, illetve az, amit az atya elvár tőlünk, az két ellenkező irány és ellenkező értékrend. A problémára én már felhívtam a figyelmet nagyon-nagyon régen. Számos évvel ezelőtt. Én azzal kezdtem a videó készítését, hogy valami baj van a világgal és a kereszténységgel. Mostanra úgy tűnik, hogy ez leesett másoknak is. Ezért lehetséges az, hogy a szemlélek.ne weboldalon arról írnak, ez 2022. június 28 veszélyes a hitélet elbúlvárosítása. Lehet, hogy alapvetően jót akarnak a katolikus egyházi vezetők, de ez az irány nem a pozitívumok felé vezet. Érdekes, amit írnak. Pamp Gabó vagy Tóth Gabi népszerűsítésével semmi gond a Magyar Kurír nevű internetes portálon, de Hodász András katolikus pap le van tiltva ugyanott. A válasz a gúnyos és vagy sértő? Hogy nem egyedi esetről, apró bakiról van szó, tovább erősíti, hogy az újságírók védő szentjéről elnevezett szalézi Szent Ferenc ösztöndíjat olyan személynek ítélte legutóbb oda, magyar katolikus püspöki konferencia, aki tökéletesen illeszkedik ebbe az értékeiből kifordult koncepcióba. Bárki láthatja. Borsodi Attilának adták ezt, Veres András püspök szerint az elismerés a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért, illető szövegalkotói pályáját egy olyan médiumnál kezdte, amelynek tulajdonosa és felelős kiadója, az egyik világhírű pornómagazin, a Haszler európai licenz tulajdonosa volt. Nem is véletlen, hogy a napi ász cím gyakran feltűntek fedetlen keblű hölgyek, addig ha a keresztény értékrend szakmailag megalapozott, és hiteles képviseletének elősegítése szándékába. A szelebesedés felé való nyitás nyilván nem a véletlen műve, bár nehéz lenne kitalálni, mi is ezzel a pontos szándéka a döntéshozóknak. A feltételezhető érdek, ami e bulvár kommunikáció felé való nyitás mögött állhat, a katolikus hit népszerűsítése lehet olyan terepeken, amelyek kívül esnek a templomok falain, és a belterjes szóhasználaton. Rengeteg értéket hordoz ez a nem szokás keresztény célcsoport, és igen méltatlan lenne úgy tekinteni rájuk, mint akiket bulvár csalival kellene visszaídesgetni a katolikus egyházhoz. Mindent a látszatért tenni. Milyen kísértés ez a mai világban is. Még csak most igazán. A hiteltelenség, amely az Istenbe vetett bizalom és hit ellen cselekszik az egyházban, az egyik legnagyobb kihívása jelenkorunknak. Csak gerjezd az ember étvágyát olyan hatalmasra, hogy az égető vágy atomokat tudjon kettéhasítani. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon. Ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.